Ezek a felvételek 2012 őszén készültek, akkor még romosan, kihasználatlanul állt a kálóseméni kúria, amelyet 1763 körül Kállai György megrendelésére építettek. Most régi új pompájában tekinthető meg az épület és környezete. Maga az összberuházás költségvetése az 1 milliárd 151 millió forint volt, ez 99,5%-ban finanszírozott volt, tehát egy minimális önerőt kellett a településnek hozzáadnia. A település képet, mindenképpen a településnek adott egy arcot ez a beruházás, ami a külsőségeket érinti, tehát az épületeink azok megújultak. A kúria mellett többek között a Kállai kápolnát is felújították, emlékműveket és művészeti alkotásokat is elhelyeztek a parkban, hogy a kegyeletüket lerúvók méltó körülmények között emlékezhessenek a kállaiakra. Az egykori Szabolcs vármegye múltjához szervesen hozzákapcsolódott a Kállai család, amely talán leginkább meghatározta a vármegye múltját az elmúlt évszázadok, sőt elmúlt egy évezred során. Itt voltak birtokosok, 1100-al kötődtek a vármegyéhez, ez a tájhoz, a nyírséghez, és hát most teljes pompájában újra látható az ő ősi családi fészkük, a Kállai kúria. Ez pedig már a Kállai családi elmondata latinul, azaz jóban és bal sorsban egyaránt. A rendezvényen jelen volt Semmin Zsolt miniszterelnök helyettes is, aki az egykori miniszterelnök munkásságát, politikai éleslátását méltatta beszédében. Mert jövőre lesz 50 éve annak, hogy a teremtő elszólította közülünk. Hazánk 20. századi történelmének legválságosabb idején állt a kormány élén. 1942 tavaszát írtuk. Magyarország hadban állt a Szovjetunióval, Nagy-Britannia már hadat üzent nekünk, s Németország mintájára, s nyomására mi is hadat üzentünk az Egyesült Államoknak. Teleki Pált már egy éve eltemettük, Bethlen István nem vállalt közéleti szereplést. Kállai Miklósra, akiben Horthy Miklós kormányzó úr és környezete is megbízott, jutott az a szerep, hogy bárdosi németeket kiszolgáló miniszterelnöksége után megpróbálja a lehetetlent, a magyar érdekek képviseletét. A beruházás részeként felújították a Wolkenstein kastélyt, valamint a volt urasági kiszolgáló épületet is, amelyet napelemekkel láttak el, annak garázsa előtt pedig igazi különlegesség áll. A kúria egyik ékessége ez a Ford A-modell, amelyet bárki kipróbálhat, és így négy keréken élhető át az igazi időutazás. Ilyen autóban utazott az egykori miniszterelnök Kállai Miklós is. Az időutazást más is segíti, az 1920-as, 30-as éveket idéző kávézó, amelyben egy különleges herendi kávéfőzőt helyeztek el. A kúriában pedig különleges állandó és interaktív kiállítás is várja az érdeklődőket. A beruházás átadása után azonban még várni kell, a tervek szerint ugyanis május közepétől látogathatóak belülről az épületek.